Haló, haló, haló. Sziasztok, itt állunk a Városháza előtt az Agórán. Ha fázol, vegyél egy kabátot. Ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet. Áll a táblán beszélgető társam Kupi Andrea a családsegítő szolgálattól. Andrea, miért tartottátok fontosnak, hogy ti is csatlakozzatok ehhez az országos akcióhoz? Üdvözlöm a nézőket! Hát azért csatlakoztunk ehhez az akcióhoz, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen jótékonysági felhíváshoz, ami országos szintű, mindenképpen csatlakozni kell. Dr. Horváth József alpolgármester volt egyébként a kezdeményezője ennek az akciónak. Ő hívta fel a figyelmemet a tegnapi napon arra, hogy jó lenne egy ilyen ajkán is, és én úgy gondoltam, hogy mint szociális intézmény mindenképpen csatlakoznunk kell ehhez a kezdeményezéshez. Délután hoztátok ki ide a fogast, akkor még üres volt, most viszont úgy látom, hogy kevés lesz a fogas. Így igaz. Én ennek nagyon örülök egyébként, hogy ilyen sok aktív ember és segíteni akaró ember van itt a városban. Már folyamatban van a második fogas fölállítása. Bábics Valéria, a Nagy László Művelődési Központnak a vezetője, aki a fogast rendelkezésünkre bocsátotta, és most már szervezi, hogy egy második fogas is kihelyezésre kerüljön. Milyen ruhákat lehet idehozni? Úgy tudom, hogy kabáton kívül sapkát is hozhatnak nyugodtan, igen. Vagy talán még pulóvert is? Igen, igen. Hát ugye elsősorban ez a szabadfogas akció a kabátokról szól, de természetesen minden meleg ruhanemű téli felszerelést nagyon szívesen fogadunk, tehát lehet hozni meleg sapkát, esetleg vastag cipőt, kabátot, dzsekit, sálat, tehát mindent, ami a hidegre való tekintettel segítségére lehet másoknak. És nem csak hozni lehet, hanem vinni is lehet így innen, igaz. Tehát akinek szüksége van rá, az nyugodtan jöhet és vihet. Mi van azokkal, akik azt gondolják, hogy igazából ezt az akciót lehetne arra is használni, hogy kabátcserére meguntuk, kinőttük, gyereke van neki, idehozza a gyereknek a kinőtt kabátját, és vinne esetleg egy nagyobbat, ő ezt megteheti nyugodt szívvel? Megteheti, igen, hiszen ennek az akciónak ez is a másik lényege, hogy szabad fogas akció, ahogy a neve is mondja, tehát lehet csereberélni. Tehát ha valakinek nincs, bátran idejöhet, ez a fogas ez 24 órában itt áll, nem őrzi senki, tehát nem kell szégyenkeznie, hogyha nincs kabátja és ezért szeretne, de hogyha a kabátját már megunta és egy másikra lenne szüksége, akkor természetesen azt is elviheti. Azért én arra kérném a város lakosságát, azokat az embereket, akik idejönnek, hogy azért lehetőleg olyan ruhaneműt helyezzenek itt el, ami még mások számára használható. Az előbb láttuk, hogy jöttek, tehát jönnek, igen. A rászorultak is, és válogatják, és tényleg kulturáltan válogatták a kabátot, és hoztak is kabátokat az emberek. Meddig tehetik ezt meg, meddig lehet jönni, és meddig lehet hozni-vinni a kabátot? Hát a terveink szerint a jövő héten hétfőig lesz itt ez a fogas, de úgy gondoltuk, hogy ha esetleg továbbiakban is szükség lenne rá, akkor meghosszabbítjuk ezt a határidőt. Illetve azt azért elmondanám, hogy az intézményünkben, az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központban is folyamatos a ruhagyűjtés. Meghirdettük a téli ruhanemük gyűjtését, konzerveket. Természetesen nem csak karácsony előtt, hanem azután is, az új évben is fontos, hogy segítsünk embertársainkon. Illetve a Magyar Vöröskereszt is gyűjt adományokat, a Máltai Szeretett Szolgálat is. Tehát ha már ez a fogas nem lesz itt, mert hogy örökre nem tud itt maradni, akkor ezeket az itt lévő ruhaneműket el fogjuk vinni intézményünkbe, és akkor intézményi keretek között is bármikor jöhetnek hozzánk ügyfélfogadási időben, nagyon szívesen segítünk a rászorulókon, illetve bárkin, aki úgy érzi, hogy szüksége van rá. Tehát akkor megnyugtathatunk mindenkit, hogy a kabátok jó helyre kerülnek, nem lesznek eldobva, és nem biztos, lesznek. Hogy mindegyik olyan emberhez fog kerülni, akinek szüksége van rá, és a háttérben éppen hozzák éppen a VMK munkatársai a az új fogast, mert hát ez már tényleg pupon van. Mondjuk el azt is, hogy hol található ez a fogas, ha bár az előbb én megmutattam itt a környéket, tehát egyszerű megtalálni. A polgármesteri hivatal hátsó fele az Agóra oldala. Így van, a fogas itt van elhelyezve, úgyhogy ha bárkinek szüksége van rá, jöjjön, hozzon és vigyen. Látom, van sapka is amúgy már ezen a fogason, igen. Sőt, volt, aki hozott pulóvert. Igen, érkeznek sapkából nem is egy adományok is. Sapkából nem is egy van ott a másik felén. Igen, hát most már lassan válogatni se lehet, annyi kabát van, úgyhogy most már majd áthelyezzük a második fogasra. Sőt, ha valaki szeretné bedobni a töröl között, már azt is lehet itt találni. Igen. Illetve kesztyűt is hoztak, igen, tehát igen. Tényleg igazi teljes téli felszerelést található meleg holmikat
lehet találni itt a polgármesteri hivatal hátuljába az Agora felüli oldalon. Gyertek, használjátok ki a lehetőséget, hozzátok ki a megunt kabátaitokat, és hogyha tényleg valami esetleg megtetszik belőle, nyugodtan vigyetek ti is, hiszen ez arról szól, hogy neki dobjuk, ne otthon álljon, segítsünk vele másokon, hogyha lehetőség van rá. És én büszke vagyok arra egyébként, hogy Ajka a város így összefog, és most már itt az interneten is rengeteg megosztása van ennek a szabad fogas akciónak, és hogy jönnek a kabátok és viszik is az emberek. Ez egy nagyon jó dolog. Örülök neki, hogy Ajka városa ebben is összetart. Hát igen, Ajka, hál' Isten, mostanában tényleg erről híres, hogy összetartunk, csináljuk a dolgokat, teszünk azért, hogy a városunk élhető legyen. Köszönjük nekik. Már nem csak élhető, hanem nagyon jó itt élni. Így van, és most a levegő is nagyon jó, hogy leesett a hó. Köszönjük nektek, hogy velünk voltatok, köszönjük Kupi Andreának, hogy velünk volt. Sziasztok, majd jövünk vissza később is, gyertek ki a térre, hozzatok kabátot, vigyetek bátran, mondjátok el mindenkinek, ha szüksége van egy kabátra, nem tudja megvenni, ide kijöhet, válogathat. Én úgy látom, hogy vannak itt most már női kabátok, férfi kabátok, sőt, talán zömében lehet, hogy inkább női igen, kabát az, ami van, de gyerekruha is van bőven, mi is fogunk hozni, csak most nehézkes lett volna az ide szállítása, de én egy nagy zsák gyerekkabáttal fogok érkezni, sőt, lesz közte felnőtt férfi kabát is, úgyhogy érdemes lesz kinézni annak, aki szeretne kabátot. Sziasztok, lájkoljátok oldalunkat, osszátok meg videónkat!